Kedves kollégák! A képmutogatótól a fényképírói Arany János találkozásai a fényképezésre című cím arra utal, hogy egy nagyobb hívet lehet ezzel a témával átölelni, de mivel ez egy nagyobb tanulmánynak a része, én csak pár momentumot emelek ki a már ennyi dolgozatomban. Most egy versikével, vagy verssel kezdeném. És ebben kapcsolódok Béla előbb elhangzott előadásához, itt is a gyerekfényképezésről lesz szó. Nyílt a tükör, kis Béla csüngött a jó anyán. A képész munkát intett, hogy nézzünk arra már. A kisfiának tapsolt, hogy arra vonja őt, a kisfiú is tapsolt, s a kép tukába dölt. Nyílt a tükör másodszor. A képész kislovat emelt föl bal kezével, és Bélára mutogat. A kisfiú odanéz, és nem nyugszik az ölén, még nincs ott a ló a kezében, s ahogy ott volt, lett öröm. Nyílt a tükör harmadszor. Ebben minden remény, de fény lett az aranyfüst ott a fakart rezén. Lovacska a borondon, Bélácska talpra állt, s a képész restellette, hogy egyszer sem talált. Mi volt mit tenni aztán, egy versben írni meg, hogy lett volna levéve a kedves kis gyerek? Mert szívünk érzi az csak, mely érte él, dobog, hogy őt festhetni híven nehéz, bajos dolog. Fejes István 1838-ban született költő, tanár, meg lelkész, meghiúsult fénykép című verse 1860. január 4-én Arany János frissen induló lapja a Koszorú első számában jelent meg. A 24 oldalon 1800 példányban megjelenő lap a gyerekfényképezés korabeli nehézségeit tárja fel, és egyben utal a pillanat rögzítésére, még alkalmatlan új médium felsülésére, a pontosan, képszerűen fogalmazó szó a vers eszköztára mellett. Arany János korábbi folyóirata, a Szépirodalmi Figyelő kellő érdeklődés hiány 1862. október végén lassan elhalt, és ezt követően gondolt egy új, igényes, általános, műveltségterjesztő szépirodalmi lap indítására, amelyben a mulattató részt szaporítaná, és Lévai József kintelmét megfogadva talán tapogatózott azután is, idézem, ami a nőknek tetszik. Előfizetési felhívására képeket is ígért a Magyar Költők Arckép csarnokát. Abból kiindulva, hogy Arany az induló lapban a szórakoztató versikét kiemelt helyre rögtön Gyulai Pál írása után tördelte, feltételezhetjük, hogy az abban foglalt gondolat tény sokakat, magát a költőt is foglalkoztathatta. Az 1863-as év a költő magán és közéletében és a vele kapcsolatban hozható fényképezés szempontjából is kulcsdátumként értékelhető. Ebben az évben írja meg a Buda halálát, útraindítja ezt az új lapját, szeretett lánya Arany Julianna eljegyzésre Szél Kálmánnal, majd esküvőjét ünnepelhetik. E dátumból vissza és előre tekintve próbáljuk leírni azt az évet, amelyet tárgyunk Arany János és a fényképezés szempontjából ez alkalommal kiemelhetőnek érzünk. A fényképezés és Arany kapcsolatának vizsgálatát hosszú időn át késleltette a költő rejtőzködő személyiségének, és annak az életrajzi ténynek az ismerete, hogy nem szerette, nem kívánta saját magát előtérbe állítani, és ennek következtében sem megosztani, sem levétetni nem kívánta alakját, és mint a szerb fordítójának 1877-ben írta, idézem, beteges levén semmi vágyat nem éreztem roskadozó alakomat fényképek által többszörözni. A költő testi megjelenésével, különösen betegségei állandósulásait követően elégedetlen volt, magát már fiatal korában 1855-ben is kellő iróniával, az előnytelen vonások karikírozásával írta le barátjának, Szemre Miklósnak. Képzeld a főt, mely Barabás után ismeretes, kócos szürke hajjal, sárga-barna arccal, tömpe orral, kánuk szemekkel, semmit nem mondó fizimiskával, nyakkendő nélkül, cinikus öltözetben, és előtte áll tisztelt barátod, a Arany János. 2017-ben Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére életre hívott emlékében indult új kutatások a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai Asztalos Emese Sidó Anna által összegyűjtött adatolt Arany János valamennyi ábrázolását tartalmazó
tartó ikonográfia kiadását tették lehetővé. E munkálatokba bekapcsolódva nem csak a költőről készült képzőművészeti alkotások és fényképek ragadták meg a figyelmemet, hanem az a sok irányú kapcsolódási háló is, amelyek révén a költő az új médiummal, a fényképezéssel, illetve az azt megelőző mediális konstrukciókkal találkozott, érintkezett magán és közéletében egyaránt. Kutatásaimról egy hosszabb, megjelenés alatt álló tanulmányban számoltam be, ennek egy rövidebb metszetét szeretném nyújtani, felvillantva benne a két pólus, a populáris regiszter, a kiputogató és az én költészet, melyik talál, című kis vers, között feszülő ív néhány különleges momentumát. A fényképezés feltalálása minden kétséget kizárva a 19. század legnagyobb vívmányai közé sorolható. Feltételezésünk, hogy a minden újra nyitott, a valóság és a látszat problematikája iránt érdeklődést mutató költők, írók már a 19. század első felében is rezonáltak a média technológiai változásokra, és nem hagyták érintetlenül a fénytani kísérletek, a feltalált eszközök, a képközvetítési módozatok. Ezt a fajta közelítést számos kutatóhoz hasonlóan már korábban magam is megkíséreltem, akár Petőfi egyetlen daguerreotípiája elemzésével, és Jókai Mónak a fényképezés iránti oldhatatlan, sokoldalú, regényeiben tükröző érdeklődése bemutatásával, lásd a fotoművészetben megjelent Jókai Mór és a háromlábú szörnyetek című tanulmány. Arany János életrajzából kevéssé ismert, hogy Petőfihez, Jókaihoz hasonlóan nem csak a színészet csábított el egy rövid időre, de a művészet ezen belül a szobrászat gyakorlása felé is tett kezdő lépéseket. Majd az ég előtt szóljál egy kicsivel, mert húzok, jó? A arany képi látásának alakulásakor olyan fiatalkori tapasztalatok, alkalmi találkozások is hozzájárultak, amelyek a fénykép feltalálását megelőzően, vagy azzal párhuzamosan kerültek a populáris kultúra mezőjébe. Az elmúlt évtizedek médiatörténeti vizsgálódásai előtérbe emelszik a fotográfia elő- és korai történetét, az első képeket vevő kamera-obszkúra, az első képsugárzó technika, a latina magica, valamint a vándormutatványosok, a vásárok világa, a különböző szellemidézéshez, rémtörténethez használható illuzionista trükkök tudományközi elemzésével. Az elmúlt évtizedek egyre táguló körben folyó a kultúra közi kutatásai, a vizualitással, kora ifjúságától szoros kapcsolatba hozható arany zíráját, a korábban divatos mediális környezet hatása szempontjával is vizsgálták. A valós és imagináriós és nem egyszer transzcendens világok találkozása, képmutogató, panorámásbódé, kötfátyolképek, fantazmagóriák, levegőképek, műveiben való szerepeltetése arról győzte meg a verseit elemzőket, hogy a társadalományok, a művészetek bevonása arany lírájának értelmezésekor az irodalom önismeretének, művészetekhez való kapcsolatának elmélyítését eredményezheti. Talán nem véletlen, hogy ebbe a témakörbe vágó intermediális kutatás egyik első képviselője a fiatalon elhunyt fotótörténész Kolta Magdolna volt. A képmutogató a Fotográfiai Látás Kultúrtörténetek című, a tudománytörténet határterületein elhelyezkedő látványosságok feltérképezést vállaló kötetével. Itt megemlíteni még Peternák Miklósnak hasonló kutatását. Arany János a képmutogató című énekes históriáját 1877-ben írta, de története egy kora ifjúságában szerzett élmény a debreceni vásárban hallott szomorú történethez megy vissza. Debreceni sokadalom, nézd e képre, halld meg dalom, hangzik a balada első sora. A képmutogató valamennyi későbbi vizuális mutatványforma ősfigurája egyszerre használt éneket, zenét, képet és egyfajta narratív dramaturgiát egy történet elmeseléséhez. A 8 kis képre osztott vászon előtt egy padon állt maga az énekes, és egy pálcával sorra mutogatta a képeket, a történet jeleneteit ábrázoló képeket, és alatta pedig egy sípláda kísérletében működött és elénekelte a versbeszedett történetet. A történetek maga, a megindítás, a borzalomkeltés, az erkölcsi javítás, nem utolsó sorban a szövegek árusításával befolyó pénz megszerzése volt a cél. A képekkel tagolt szöveg elemzése Tolnai Vilmos 1916-ban megjelent írását követően különösen
a képi fordulat jelenségének vizsgálata óta számos irodalomtörténész, Szajvéli Mihály, Ezeman György és Lénár Tamás értelmező olvasatában ismert. A asztalírás 56-ban, valakit ott még divatban, írja Arany a balladában, így a képmutogató belső kommentárja 1877-ben íródik, 1856-hoz vezet vissza, amikor levelezése ismeretében köztudottan Arany és családja is érdekelt volt a spiritizmus, az asztaltáncoktatás gyakorlatában. A szellemidézés, a megidézés, az előhívás, azaz az anyagtalan alapformálás a kép valódiságára kívánt utalni. És talán most kezdeném a képeket vetíteni, talán merésznek tűnő társítás, ha azt feltételezzük, hogy a költőről az elmúlt emlékében meglelt, a legkorábbinak vélt 1856-ban készült kisméretű fotográfia, egy misztikára és hajló személyiség egyszeri, engedékeny pillanatának, a varázslás fényképezés iránti kíváncsiságának az eredménye. A felvétel készítőjének személye nem ismert, épp úgy lehet a fényképészeti gyakorlatáról, csak később megismert Barabás Miklós festő, itt a festő keze alá is dolgozó Tidge János, aki talbotípiákat készített, vagy Rón Alajos litográfus. Az albumin technikai fénykép rögtön felismertetően azonos beállítású Barabás Miklós 1856-ban Nagyszalonta megrendelésére festett festménye látható portréval. Hogy fotó után ez időben már képzőművészeti alkotások készültek, arra számos példát hozhatunk, de például a Magyarország és Erdély képekben jelentette meg először Vörös Marti Mihálynak Tirke János által eredetileg vagott, hírneves magyarok képcsarnokkal számára természet után fotográfírozott portréját ugyanebben az időben. Azt írják, hogy arcképét legújabban fotográfia után dolgoztattuk, és így sokkal jobb az előbbieknél. Ez ugyanúgy abban a évben készült. A fénykép után rajzolás az 1850-es évek közepén már elterjedt gyakorlat volt, a festők esetében azonban kevésbé említett cény. Arany például levélben kitér egy rosszul sikerült fénykép látványára, amelyet majd Barabás átrajzol, természetesen ez időben még bizalmát egyértelműen a grafika mellett teszi le, idézem. Volt szerencsém látni egy kalásban nyakig beburkolt cigány papot, kiben az eredeti szőke fiút hajos feltalálni. Oly komoly, mint valami hipokrita. Azt hiszem, Barabás okosabb fogott lenni, mint az a fotográf mesterség. Arany a róla litográfiát készítő Barabásnak ugyanúgy modelltük, mint a festmény készítése idején. Pályája során nem tulajdonította kisképnek, előbetített kisképnek jelentőséget, hiszen ez annak alapján festett reprezentatív festmény elérte célját, közszemléletében a nagyszalontai városára tisztelni díszítette. A kisfénykép rendeltetése az volt, hogy a hasonlóságra és az eszményítésre egyaránt törekve festő a képmást felismerhetően adja vissza, az eszményítés ne vigye túlzásba. Míg a fénykép lágyabonásokat kölcsönöz Arany arcának, a festményen azonos beállításban komolyabb, merevebb tekintettel néz a haladatlanság távolába. Előadásom elején megidézett 1863-as esztendőt most visszakanyarodnék, és itt kiemelném az Arany János emlékév másik szenzációjának tekinthető az Arany család... az Arany családot ábrázoló fotó meglelését, vagy felbukkanását. Másolat formájában ez ideig is közismert fotográfia újdonsága, hogy a költő talán az egyik legboldogabb esztendejében önként engedett a fényképező masinája működtetésének. A privát életébe betekintést engedő unikális felvétel nem csak a kiteljesedő család Arany Juliska eljegyzésének tudható be, hanem feltehetően az irodalom, a fordítás, a színház, az újságírás, a festészet terén jártas, a korabeli média által is tárolt fotográfus ország Antal unszolásának is, aki a képet készítette. A fotótörténetből méltatlanul elfeledett ország Antal személyének és tevékenységének ismertetése egy másik dolgozat tárgya lehetne, de az általa gyakorolt, nemzetközi szinten is elismert különleges technika, a porcelán papírkép választása Arany tudatos döntésének eredménye lehetett,
hiszen ország 1863-ban csak pár hónapig működtette a Keretesi úton nevű műtermét, kívül még számos más technikával dolgozó fényképész választására is lehetőség volt. Az alkalmazott képzőművészeti és fototechnikák gyors változásának átmeneti időszakában élt a fiatalkorát. Készült róla egyedi ceruzarajz, toll és tussrajz, festmény, de sokszorosított acélmetszet, litográfia, fametszet és fénykép is. Ország továbbfejlesztett találmányának egyik kiinduló pontja az acélmetszet készítésének tökéletesítése, gyorsítása, olcsóbbá tétele volt. Ez országon kell tárgyalni. Arany a hagyományos, általa kedvelt technikát új köntösben választotta, és a képen látható családtagjai elrendezésében önmaga félfordulatban levő rejtőzködő alakjának beállításával is közreműködhetett. Most egy következő témában az Aranyit lapszerkesztő. Aranyit lapszerkesztő is Aranyit lapszerkesztő és rendkívül aktivitással és érdeklődéssel fordult a fényképészet alakulása, fejlődése fele. Igen. A koszorú valamennyi évfolyamában, de különösen az 1860-as évben nem csak széleskörű tájékozódása, hanem az intermediális kapcsolatok, vizuális kísérletek iránti érzékenysége is megfigyelhető. Az Európa Chronik Bildeten Welt német hetilap egyes híradásainak cikkeinek átvételével különösen sok, különböző disziplinához tartozó cikket, adatot tett közzé. A külföldön híró fényszobrászat, a nyomdai sokszorosítás, valamint az eltáncolt zene és Beethoven képekkel előadott pastorál szimfóniája épp úgy helyet kap a koszorúban, mint például Molnár György, a Budai Népszínház igazgatója által Párizsban Alexandre Bouquet színpadképésznek köszönhetően elsajátított, és Magyarországon is bevezetett technikai, mechanikai újításai, amelyek révén a kulisszákra hátsó átvilágítással szellemalakok kísértetek képeit vetítették, és különféle zajokat, megvilágításokat alkalmaztak. Az Offenbach szerzeményekhez így a több mint 100 előadást megért Dünanan apó és fia utazása, de különösen az ördög pilulájéhez készített erős effekteket használó díszlető ismertetést közölt lapjában. A hatásvadásznak tűnő, festett, mozgatott díszlet jogosultságát ugyan Arany kétségbe vonta, de mivel emlékeztethette ő fiatalkora kötvágyókép bemutatóraira, amelyek már az 1840-es években színházakban láthatott, elismerését is kifejezte. Hasonló élményt jelentett a régi történetére irány fogékony költő számára, azaz Henri Dirks angol mérnök által feltalált optikai eszköz, amely látszólag test nélkülévé varázsolta a vallásárvas embereket, és azok a szellemelőadások, amelyek pesteni sikerrel folytak. Mindez oly hosszan, többször visszatérve ismerteti Arany alapjában, hogy már-már azt értnénk, izgatta és várta, hogy Magyarországon is megjelenjen a szellemcsináló gépezet. Megakadt a figyelme azon a híren is, hogy egy angol kiadó a kedvelt látogató jegyalapú fényképekből egy életrajzokkal előállított albumot adott ki, illetve egy bécsi fotográf arra az eredeti gondolatra jut, hogy az albumban olyan irodalmi egyének arcképeit kiállítsa, akik a februári kártyás óta sajtótörvényileg elítéltettek. Most az a baj, hogy most még itt elég sok lenne, és nagyon sok érdekes dolog, de akkor még három. Na. A koszorú színesen számolva a fotográfia előtti idők fénytani kísérleteiről. A fotográfia nem új tanulmány címmel, nem új találmány címmel, és később arról is, hogy a magára találó fényképmesterség világtárlat megrendezésére készül Berlinben. A berlini fotográfia egylet 1865-ben megrendezett kiállításán lesz egy osztály, írja, mely a fényirat kifejlődését és a legelső kísérletettől fogva sor és időrendben tünteti fel. Egy más osztály külön a fotográfiának tudományos és ipari célokra használatát mutatja, és ez talán a legfontosabb, és e részben a fényírásnak végtelen jövője van, fogalmazza meg Arany. Az arról tanúskodik, hogy Arany a tudományos célokra használható fényképezés jelentőségét utólag módon ismerte fel, inspiráló lehetett közönsége számára, hogy híradást ad egy jelentős szakkönyv, Tömösvári László a Magyar Fényképész című kézikönyvének megjelenéséről is. Arany akadémiai titkárként számos tudományos eredmény, művészeti, régészeti feltárás fényképútjával a népszerűsítésének, sokszorosításának,
műtárgyvásolatok készítésének volt tanúja, és az akadémia számára gyűjteményezője, egy téma részletes kifejtése nem egy dolgozat feladata, mint ahogy a sajnos a következő sem, de talán akkor befejezem az utolsóval. Itt el szerettem volna mondani a Koszorúban megjelent elméleti vitát, amelyet ő közölt először 1963-ban, amely Székely Bertalan festő és Barabás Miklós festő között zajlott le a fényképezés mivellétéről, illetve a fényképezés káráról és használól. Az akadémiai album létrejöttében, ahol szerepét szerettem volna elég humoros levélrészletekkel illusztrálni, hogy Aranynak, mint az akadémia titkárnak milyen nehéz feladatot kellett még betöltenie. És végezetül az utolsó bekezdést olvasnám csak fel, mert a címben lesz szerepel. A képrésznek, fotográfnak, fényképírónak nevezett mesterség Arany szemléletében, miként Szajbéli Mihály is megállapítja, olyan médium, amely nem csupán a festészettel, hanem az írás médiumába is kapcsolatba hozható. Életében utoljára 1880-ban Ellingerre készített róla fényképsorozatot. A négy felvétel egyike a köztudatba a botos kalapos elnevezéssel híressé vált kép eredetie, ez ideig nem ismertük. Ebben az évben sikerült megvenni bármilyen, mindenki számára köztudott ez a felvétel, de magát a fényképet nem ismertük, csak a róla Arany László által készítettek acélmetszet vált elterjedté. A metszet alá szedett Arany kézírásával itt négy soros vers eredetileg a legintimebb helyről, a Kapcsos könyvből származik. A költő az első műtermi fotográfussal való találkozásakor, azaz amit már vetítettem, a privát családi fénykép készültekor is magánál tartotta kalapját és botját. 1880-ban az Ellinger sorozat ikonikus, a köztudatban leginkább metszet formájában átment háromnegyedes alapot mutató felvételen, ugyancsak a személyiségének részeként felfogott kellékekkel botosan és kalaposan jelent meg. A két fénykép keretezi pályájának delétől haláláig terjedő életidőt, amikor lánya eljegyzése alkalmával a családi örömben megpihentett, és amikor menni készül, az útra való két kellékhez ragaszkodik. A fényképíró urat megszólító Melyik talált című népsoros verse, amely Arany László jóvoltából a két metszett variációval együtt szerepel, felerősíti és szubjektív magyarázattal látja el a portré megjelenését, a mulandó vonások általa időtlenné a költő arcképévé válnak. Itt még egy képet mutatnék, amely a magáról a fényképről egy átirat, illetve nem tudhatjuk, hogy esetleg létezhetett-e egy ugyanilyen botos kalapos kép is. És a legvégére tettem, mert ez nem tudott elhangozni, Székely Bertalannak a portréját, amit a Kisoldi Társaság számára feltehetően a Arany János halála után festett. Ez annyiban érdekes, hogy a vitában ugye Székely Bertalan a fotográfia ellen foglal állást, ez a festménye viszont egyértelműen egy Simonyi Antal által készített fénykép alapján készült. Köszönöm szépen a figyelmet, még akkor is köszönöm.